Jó estét kívánok, kedves vendégeink! Mindenkit tisztelettel üdvözlök a Magyar Művészeti Akadémia nevében. Ez a beszélgetés sorozat már a, pontosabban ez a beszélgetés a ötödik alkalom a mi beszélgetés sorozatunkban, amikor művészet elméleti szakembereként művészeket hívtunk meg, hogy aktuális, legújabb, vagy éppen megszületett munkáikról, produkcióikról beszélgessenek. Ma Vidnyánszky Attila rendező urat, a Nemzeti Színház főrendezőjét és igazgatóját üdvözlöm itt. Vele pedig Verebes Ernő dramaturg fog beszélgetni. Úgyis, mint kollega, úgyis, mint barát, tehát nem kívülállóként. Annál is inkább, mert abban a produkcióban is együtt dolgoznak, amelynek a próbái most folynak a Nemzeti Színházban, a Szindbádról van szó, Krúdy Gyula Szindbádjának a színpadra állításáról. Kérem szépen, uraim! Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlünk mindenkit. És ez a ma este egy kapunyítás lesz Krúdy és a Szindbád felé. Jól kezdődik. De köszönjük szépen. Egy kis koffeinnal megfejelve. Nagyon szépen köszönöm. És hát bevezetőként csak annyit, hogy miért is fogtunk ilyen munkába, vagy egyáltalán kinek mit jelent a Szindbád, mint fogalomrendszer, mondhatnám azt is. És hogy kinek mit jelentett mondjuk kamaszkorától kezdve máig. Nekem egy ilyen labirintus volt a Szindbád novella füzér kamaszkoromtól kezdve. Bolyongtam benne is, gyönyörködtem a sok kalandban, és hát talán még a nőkben is így elképzelve. És utána megfogalmazódott bennem azt, hogy Tamás Járonnal ellentétben Krúdy Gyula talán azért volt a világon, hogy soha sehol ne legyen benne otthon. És ez az otthontalanság mégis annyi otthonos helyszínt produkált a számára, hogy ezt egy labirintusként tudtam megélni. Hát a Krúdy Szindbádja az ugye egyrészt önreflexió, vallomásirodalom, számunkra már korrajz is, hisz a 20. század elején megírt novella füzér több mint 25 évet ölel föl, tehát Krúdy fiatal korától egészen a haláláig gyakorlatilag. És ez az az időszak, amikor a nyugat is működésbe lép Budapesten, Magyarországon, és egy olyan írógeneráció születik Magyarországon, és egy olyan felfogás, és egy olyan eszmerendszer, amit a mai napig hát ikonikusnak tartunk, és ebben sok minden olyasmi is beletartozik, ami ma már furcsa, az az élet szeretet, és az élet oly módon való megélés, ami majd kicsit már talán habzsolónak tűnhet számunkra. Tehát itt mindent beleértünk, de most hol van Krúdy helye ebbe, erről fogunk beszélni, és hát egyáltalán a Szindbád fogalomrendszerének a láttathatóságáról. És az első kérdés nagyon direkten és nem meglepő módon az lesz Vidnyánszky Attila irányába, hogy a Szindbád, mint irodalmi jelenség, mint irodalmi figura, hogy lett olyan erős, hogy olyan döntésre bírta, hogy láttassa, és hogy színpadra álmodja ezt a Krúdy hőst. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Rögtön azzal kezdeném, hogy nagyon nehéz ám beszélni valami olyasmiről, ami meg se született. Közepén vagyunk a munkának, vagy már a vége felé, 18-án lesz a bemutatónk. Úgy kell ezt nézni egy kicsit, hogy egy színháznak, egy művészeti vezetésnek a fő produktuma a repertoár maga. Nem csak egy-egy előadás külön-külön, nem egy-egy produkció, hanem azt, hogy mivel állunk a közönség elé. Tehát itt van az októberi műsorunk, vagy itt a novemberi műsorunk, vagy itt a decemberi műsorunk, és mit kínálunk a közönségünknek. Mi az a 25-30, most már 30 fölötti cím, ami a Nemzeti Színház repertoárjában, amiből csemegészhet a nagy érdemű. És hát ez az egész, azon belül mondjuk egy hét, például, hány csodát tartalmaz, milyen előadásokat tartalmaz, milyen
milyen szerzők művét tartalmazza, milyen témákat tartalmaz. Korábbi bemutatónk az Vörösnek a pszichéje volt. Vörös Sándor sem szerepelt még a Nemzeti Színház repertoárján már, amióta mi csináljuk ezt a színházat 2,5 éve. Krúdi sincs műsoron. Krúdinak is ott a helye a műsoron, mint ahogy Móricznak is, mint ahogy majd Csongor és Tünde műsorra kerül, és jön majd Katona és jön Madács. Szóval ezek az alapszerzőink, ezek mindegy külön hangot képviselnek, mindegy külön világ, mindegy külön nyelv, egy megszólalási mód, egy fogáskeresés a világra, egy fogáskeresés az életünkre, egy megfejtési szándéka a létünknek, és ez a Krúdi világa, ez a Krúdi, megfejtési, nem tudom én, technikája, vagy Krúdi kód, igen, így is fogalmazhatnék. Szóval ez még hiányzott. Na most még onnan is megválaszolnám, hogy mi itt a költői színházról beszélünk folyamatosan, arról a színházról, amely nem naturalista módon ábrázolja a valóságot, nem arról szól, hogy újsághír frissességével reagáljon a világ történéseire, hanem egy kicsit szűrten, elemelten a valóságunk nagy kérdéseit érintve, azt mindenféle dimenzióba helyezve, múlt, jövő, föld, ég, ég, föld. Nálunk hős jelent meg a színpadon, itt volt az előbb Mátrai, 2 méter magas, gyönyörű székely ember, szóval ő játsz a Szimbádot. Na, ezért is. Morálisan nem egy hegycsúcsokat járó figuráról van szó, hanem egy a maga esendőségében bájos és szerethető ugyan, de kétes morális életű hősről van szó. Hogy lehet az, hogy annyira szerethetővé tudta ezt tenni Krúdi, hogy nekünk úgy jön át, mint egy megföllebbezhetetlen tisztaság? Biztos, hogy archetípus, és az is biztos, hogy Krúdi maga Szimbád, tehát biztos, hogy magát írta bele, vagy dialógust folytat a figurával végig, és nagyon érdekes dialektikus viszonya van ehhez a figurához, nagyon izgalmas dimenziókat jár be a 20 év alatt, amíg írta ezt a novella füzért. Tehát nyilván Don Juannal rokonítható, tehát ha vesszük az alap mítoszainkat ottan Hamlettől, Don Quixote-n át, nem tudom én, Faust-ig, akkor most ott vagyok Don Juannál, és nyilván Szimbád egy kicsit a magyar Don Juan. És azért tudjuk ennyire szeretni, mert tudunk azonosulni vele, ez banális dolog, de tényleg ott van mindünkben, mint ahogy a psziché kapcsán, mikor próbáltuk, akkor folyamatosan azt próbáltam keresgélni, hogy hol lakik minden nőben a psziché, úgy most azt keresgéljük, hogy minden férfiban hol található meg, vagy mennyire található meg Szimbád. Ami meg Krúdi viszony a Szimbádhoz, itt megint csak frissen él még bennem a Don Quixote, tehát ahogy Cervantes Don Quixote-hoz viszonyul, ahogy a két kötetben, ahogy változik a viszonya, és ezt sokszor elmondtam, szóval ez egészen fantasztikus, hogy ugye egy regény paródiát akar írni, ki akarja gúnyolni a lovagot, a lovagi kort, az összes elvével nem tudom én micsoda, és akkor ahogy elkezd inni fokozatosan, írni, elkezd fokozatosan azonosulni a hősével, és a végén már Cervantes, és ezért is rendeztem úgy meg az előadást, Cervantes meg Don Quixote ugyanaz. Na most itt Krúdi nyilván saját magát írja bele a történetbe, rögtön az első pillanattól kezdve, és nagyon izgalmas az, hogy élethelyzetei hogyan képeződnek le, amikor már egyre nyomorúságosabb az a lét, amit él, egyre inkább csak tunkolni való pörköltre jut, és már nem igen válogathat meg, a női nem is cserben hagyja, és egyre inkább olcsó borra futja már, hogy hogyan képeződik le ez a novellákba, hogyan keserednek meg a novellák, hogyan válik az irónia helyenként már átcsap cinizmusba, szóval ez egy nagyon izgalmas folyamat, erről nagyon sokat lehet beszélni, de biztos, hogy magát írja Szimbádnak gyón, és Szimbád neki gyón a történet folyamán. Az a fajta hedonizmus, ami
lejön és párosul egy lírával, nyilván, hogy a Huszárik filmben is nagyon tetten érhető, és ahogy nekünk eleve ugye a Szimbád novella füzér után elsősorban mindjárt a film jön, ami a szimbádi fogalomrendszert illeti. Milyen hatással volt rád, és hogy egyáltalán lehet-e párhuzamot vonni a filmvilága és a te általad óhajtott színpadi világ között? Egyértelmű a hatás, tehát kedvenc filmem. Én mai napig, ha ajándékot kell adni mondjuk külföldi rendező barátaimnak, vagy színházi embereknek, akkor a Szimbád filmet szoktam odaadni, mert mindig kevesen ismerik. Persze a hatás az egyértelmű, tehát ahogy Huszárik megfogta ezt az egészet, ugye itt nem klasszikus történetről van szó, ugyan van eleje meg vége az egésznek, mert muszáj valami elejét meg végét csinálni, de igazából itt az atmoszféra köt át, egyik történetből visszállt a másikba, egy végtelenített lánca a kisebb történeteknek, ami aztán nyilván halálba fut, de úgy összezavarja az embert Krúdi azzal, hogy a novellák egyszer csak szereplőjeként Szimbád, egyszer csak már halottként jelenik meg, és már mind kísértet járja a nőket, és jön vissza. Így szinte tetten érhetetlenül egyszer csak átmegy. Na most ez sikerült Huszáriknak megfognia, kifeszíteni a pillanatot. Ugye nagyon érdekes, hogy a klasszikus filmes történet az úgy néz ki, hogy általában a nagyból vágunk és megyünk, szűkítünk rá a kicsire. De most Huszáriknál ugye fordítva van az egész, ez egy nagy újítás volt akkor, hogy a piciből kezdi, tehát rámegy a picire, és akkor abból nyit ki, és lesz belőle nagy szemszög. Ez valamelyest Krúdinál is megvan, illetve Krúdinál ez is van, meg az is van, mert ahogy lebontja, ahogy a jelzős szerkezetével ilyen tornyok ugye nem tud leállni, egy dolgot annyira meg akar fogni, hogy millió módon jellemezve, millió jelzőt rak hozzá, míg a végén mikroszkopikus pontosággal, vagy tehát elemeire, atomjaira bontja szét azt a tárgyat, azt az érzést, azt a helyzetet, amiről beszélni akar, vagy azt a időjárást, vagy én nem tudom, egy levél színét. Tehát mindezt Huszárik elképesztő mód pontosan megfogta. Mi is megpróbálunk valami hasonlót csinálni. Én nagyon gyakran használok nagyon erős zenéket, és a zenei partitúrája az előadásaimnak az ugyanolyan fontos, mint maga a szöveg. Na most itt valami egészen döbbenetes mód, úgy néz ki az egész, hogy tulajdonképpen egy zenét fogok használni, vagy annak variációit, és megpróbálom kifeszíteni a pillanatot, egy ilyen időtlenséget létrehozva, hogy ne érezze az ember, hogy múlik az idő. Mesélek például, soha nem használtam még azt, hogy narráció van. Tehát betetszenek majd ülni, vagy beülnek a színházba, ha megtisztelnek vele, hogy megnézik, és elmondunk egy mesét. Itt azzal kísérletezek, aztán kiderül, hogy mennyire működik ez vagy sem, hogy Erik Satie-nek az a belső hangokból a első tétel, tehát abból elindulunk, és az a ritmus, az megy végig. És ahhoz kicsit viszonyulunk, kicsit módosít helyzeteket, vagy nem tudom én, tehát néha megelőzzük egy kicsikét, tehát megpróbálunk nagyon tudatosan viszonyulni hozzá, de az egész ugyanabban a hullám, miközben, tehát egyrészt minden áll, gyakorlatilag meg folyamatosan forgóra pakoltuk a díszletet, gyakorlatilag meg tulajdonképpen folyamatosan forog a díszlet. Forog, ugye a forgó az nagyon komoly filozófiával bíró valami, tehát önmaga, tehát a csapdába ejtett végtelen. Szóval, tehát jön, és ugyanoda tér vissza, ugyanolyan minőségben látszólag. De mégse. Tehát egyszer csak megy körbe, elindítunk egy jelenetet, és azt mondom a színészeknek, hogy ezt úgy kell elképzelnetek, hogy ez nem a reális időben zajlik. Elkezditek a dialógust folytatni, és eltelik 100 év. Szimbád már 300 éve. 300 éve a nők rabja, a nőkér él, ezt elmondja. Csak a nők, ha még a templomban is, ha hajósként a vízparton álló, nem tudom én, halászlányok, a templomban a térdelő, imádkozó asszonyok érdekelték. Szóval 300 éve
hódol a női nemnek, és harcol vele, és birkózik vele, és szenved tőle, de ilyen értelemben jelen, múlt, jövő abszolút összekeveredik végig. Végig nem lehet tudni. Na most, ahogy mi meg ráadásul kiszedtük, ahogy te összeraktad az egészet, ez még jobban összebonyolódik tulajdonképpen. Tehát a nézőnek a valós, reális időérzéke meg kéne, hogy szűnjön. Én remélem, hogy előadást nézve is rá fog nézni az első felvonás után az órájára, és remélem, hogy azt fogja érezni, nem mint a klasszikus színházi anekdótában, hogy beülök 7-kor, és akkor 10 órakor rá, vagy mit tudom, 9:30-kor ránézek az órára, és úristen, még csak 3:40 van. Hanem nálam fordítva szeretném, ha történne, hogy betetszenek majd ülni, és akkor eltelik az első felvonás, és úristen, eltelt 1:10, miközben azt hittem, hogy csak 20. Na, én ezt így szeretném, aztán, hogy valósul ez meg, ez majd még kiderül, de egy különleges tónust, intonációt követel a színészi játék szempontjából, a megszólalási mód, más ként szólalnak meg a színészek. Ráadásul van egy misztikus figura, a Nemo Szűné, akit te hoztál be, ugye ez nincs Krúdinál, a emlékezés istennője, a muzsák anyja, ő van, Nagy Kálózi Eszter játssza, és körülötte az emlékezés. Emlékezni, vissza akar, de jó volna visszamenni. Élet, élet, szent és ledér élet. De jó volna visszamenni beléd. Kezdjük így valahol az előadás. De jó volna... Na, most nem tudom, látod, jó lett volna idézetet hozni, vagy lehet, hogy te tudod, de jó volna azon a... Itt van a szöveg nálad? Jaj, de jó. Akkor addig nem nyögök, mert bűn minden mondatát meghamisítani Krúdinak. Szóval az idő az itt egy kulcs dolog, és ugyan ravaszkodunk vele, mert visszatérünk egy-egy témánkkal, ahogy a forgó forog, ugyanúgy visszatérnek figurák, ugyan nem ugyanazok a nők, mert nem 107 nőt szeretett Szimbád. Ez ugye elhangzik. 107 nőt szeretett, és még sokszorosa volt ennek a 107 nőnek azon nők száma, akik vörös karikákon csüktek az ő szívében. Tehát, de 107 nőt szeretett. Elhoztad? Azt mondja, hogy Szimbád. De jó lett volna akkor tartózkodni a földön, midőn nem volt háború. De jó lett volna akkor élni, mikor a húsvéti reggelnek olyan illata volt, mint a fiatal nők hajának. De jó lett volna akkoriban Pesten járni, amikor valódi krinolinban repült a dáma. De jó lett volna akkoriban Magyarországon lakni, amikor földi Kánaán volt a királyság neve. De jó lett volna farsangban, maszkabálban járni a régi redóba. De jó lett volna 50 esztendő múlva élni. De jó lett volna 50 év múlva sírbolt szagú szalonkabátban sétálni az Andrássy úton. Szóval, na ilyet csak Krúdi tud írni, ez biztos. Föltevődik a kérdés, hogy ez a sok meghalása, a sok halál, amiből ő visszaköltözik az életbe, hogy szüntethető meg, és elvisíkon, hogy halasztható meg Szimbád? Tehát itt most egy furcsa dologgal állunk szemben. Szimbád mindig föltámad és újra kezdi, viszont Krúdi, aki maga Szimbád, de ő öregszik, amíg a hőse nem, Krúdi beleőszül ebbe az állandó öröklétbe, míg leírja az örök életű Szimbádot, és a végén az író meghal. Leírja az örök életű Szimbádot, de azért Szimbád is öregszik a történeten. Tehát úgy 300 éves, és úgy időtlen, meg úgy kortalan, hogy a végén már azért nem veszi le a kalapot a fejéről, mert esetleg látszik, hogy kopaszodik, meg elhangzik, hogy a dereka körül is az évek ilyen gyűrűket, az évgyűrűk azok esetleg szaporodnak, meg sok egyéb dolog, meg össze-vissza kalapát a szíve, ugye el is mondja Szimbád, hogy szeretne újjászületni. Azt álmodja, hogy újjászületik, és újra él, és éli meg újra az életet. Szóval azért van ott is egy folyamat, ezért mondom, hogy biztos, hogy saját magát beleírta Krúdi a történetbe, mert egy lendületes, fiatalos Szimbáddal kezd. Aztán ezt érezte Krúdi is, és ugye bevezette, mi ezt nem használjuk, mert nekem ez annyira nem tetszik, de mint beavatási szertartás izgalmas, hogy a fiát, megjelenik a Szimbád fia a novellákban, és elkezdi az idős Szimbád, ugye Szuszári se használta, ő se vitte ezt a
motivumot, elkezdi tanítani a fiát. Rám hagyom ezt a gyönyörű életet, igen, és akkor mondja a fiú lázadva, hogy az összes megunt szeretőjét ugye akarja rám hagyni, de nagyon izgalmas beavatási szertartás van végig, és hát persze, tehát ha most így nagy, tehát az erkölcsisége az egész dolognak nyilván megkérdőjelezhető, persze. De hát igen, de az életimádata, a bátorsága, az, hogy ugye a tetteiben a nagyság, az, hogy ő ott tud virrasztani egy ház előtt, és 1000 kilométereket utazni egy nőért, és szakad a hó, és hullik az eső. Tehát ezt már nem csináljuk, vagy nagy, hogy mondjam, tehát ehhez már kicsik vagyunk. Hát már aki, persze, bocsánat. Tehát szóval mindesetre az a közeg sem csinálja Szimbádon kívül, akit Krúdi ábrázol. Tehát ahogy egy nőhöz viszonyul, egy mosolyáért elutazik, nem tudom, és akkor megkapja a mosolyt, és tovább lép. Tehát nem feltétlenül a testiségről van mindig szó. Vagy ahogy kimegy a temetőbe, és ráül a kriptára, és beszél. Ugye ez is bájos, hogy tehát a haláluk után az emberek azok ugyanúgy szerelmeskednek éjszakánként, mint addig. Csak az öngyilkosok vannak azzal büntetve, hogy nekik nem szabad a sírban mocorogni, és nem szabad szerelmeskedni. Tehát az öngyilkosoknak nem szabad, kész. Amúgy mindenki szerelmeskedik utána is. És hát igen, nem tudom. Hát a szerelem és halál párhuzama. Ja, én azt akartam bocsánat mondani, csak hogy én inkább a feltámadásra tenném. Tehát mindig a feltámadásra. Tehát addig, amíg nem fásul el, és átmenni, átsétálni, átgyalogolni Budán egy hölgy pillantásáért, tehát addig mindig újra, mert mindig talál valamit, ami az életben őt érdekli, ami leköti. Tehát ahogy Krúdi szereti, ahogy a Krúdi figurák szeretik az életet, nem csak Szimbád van ilyennek megírva. Ahogy az élet minden apró pici porcikáját, ahogy jön a tavasz, a tavaszi ételeket, a friss zöldségeket, ahogy rajonga, ez az, tehát a rajongás, tehát ezek rajongók, ezek a figurák. Virágok, a természet, a szél, a tél, a nyár, az utcakő, tehát minden, a tó, szóval ahogy ír, az mind kézzelfogható, az kimászik a labból, és érzed az illatát, a tapintását, mindent. Szóval, és hát ugyanígy beszél az ételekről is. Himnuszt ír tulajdonképpen egy-egy vacsora formájában. Igen, tehát mondhatjuk, hogy három alapvető olyan motivikus rendszerrel állunk szemben, amelyekre, mint pillérekre épül az egész novellafüzér, az pedig a szerelem, a halál és az étkezés, mint anyagi túlélés. Három alappostulátum, mint egy három szólamú fuga. Bocsánat, azt mondom, hogy az életimádat, ami beletartozik az étkezés is. Mert emlékezz vissza arra a novellára, amikor visszatér Budapestre, és megkérdezi a hordárt, hogy mi van Pesten, és hogy a nem tudom milyen asszony egylet malacfuttatást rendez, meg nem tudom én, a Szent Jobb körmenet, meg a motorverseny. Fiákerverseny, meg nem tudom, ahogy ezt ő azt leírja, az a rajongás, tehát az ugyanaz, mint ahogy a kaják iránt, ahogy rajong, és persze a kulmináció az, hogy és kiért illik rajongani most Budapesten, és akkor mondja, hogy hát kiért, hát ugyanazért, akiért 50 évvel ezelőtt a Nemzeti Színházban játsza, te lehet, hogy tudod pontosan idézni, hogy micsodát játszik. A Pálmai Kamilla, Ilka, Pálmai Ilka. Ilka, Pálmai Ilka. Énekli a Lilit, ugyanúgy, ahogy
50 évvel ezelőtt? Hát és most is ugyanazért illik rajongani. Tehát ugyanúgy, ahogy 50 évvel ezelőtt. Tehát az idő nem múlik. És hát akkor, és akkor azt mondja Szimbád, hogy megérkeztem, mert ugye ezt se hagyjuk ki az egészből, az én drága régi Budapestemre. Tehát itt egy olyan Budapest himnusz van végig, egy olyan rajongás Pestér és Budáért, ó Budáért, ugye ha egyszer meghalok, akkor ó Budán temessenek, elmondja, amilyenhez fogható, nem tudom, hogy van-e még a magyar irodalomban. Hát ilyen nincs szerintem. Na most a próba folyamatra visszatérve, itt visszapillantok néha, hogy kilátszik a fotókon, a Szimbád és az őt körülvevő gárda, férfiak és nők, az a nagyon érdekes, hogy mind, amiről most szó volt, bennük testesül meg, és a próbákon látjuk azt a folyamatot, amikor ők átpasszírozzák magukon ezeket a szerepeket, és nőnek bele fokozatosan abba, hogy ki kicsoda, mondjuk a Mátrai Laci, mint Szimbád, hogy lesz Szimbáddá. Vagy az őt körülvevő baráti társasága, a pap, az igazgató és a többiek, ugye a Revicki Gábor, a Szarvas József, Szarvas József az öreg színész. A Bodrogi Gyula bácsi, mint pap. Hogy alkotnak egy társaságot, már szinte nem csak a próbán, hanem egyszerűen hogy szervülnek össze azzal a szerepkörrel, amit korukból kifolyólag mondjuk valaki már ismert. Igen. Van egy jelenet az elején, amikor is reggeliznek. És akkor hogy azt kértem őket, hogy hagyjuk Rudit, és akkor mondjátok el, hogy tehát mit reggeliznétek. És akkor elkezdte Revicki, hogy nem tudom én, lángos, tejfölösen, nem tudom én, és akkor a Bence megkérdezte, hogy reggelire, és akkor erre Szarvas zsíros kenyér hagymával. És akkor így elkezdték sorolni, és így rakódott össze az egész, részint Krúdiból, részint a saját csülkös paszúj, meg nem tudom én micsoda, és akkor egyszer csak az egyik próbán láttam, hogy valamire készülnek. Ülnek hátul, mert ugye nincs forgó a próbateremben, ezért elég macerás a próba, mert mondom, hogy na most akkor forogtok, na most pont itt tartózkodtak velem szemben, most kell mondani a mondatot, akkor Gyuszi bácsinak ezt el kell ötször mondani, de most itt vagyunk hátul, mondom, nem Gyuszi, most itt vagy elől, csak most ugye a forgót nem tudom csinálni, és nem akarlak benneteket keringetni itt körbe-körbe, mert amúgy ültök, csak a forgóhoz be benneteket, és ez mondjuk naponta ötször, mindegy, és akkor úgy próbálom magyarázni, hogy van a tér, és láttam, hogy ülnek hátul, ülnek, így összedugták a fejüket, van, hogy negyed óra, 20 percig csak ülnek és várnak, mert én itt elől a hölgyeket rendezgetem, és egyszer csak előre jöttek, és akkor láttam, hogy tromfász van Bodroginál, így kipakolt ekkora dalap szalonnát, de így ekkorát, igazít, tehát az asztalra, töpörtyűt, kenyeret, lilahagymát, meg minden, ami szemszájnak jó ingere, és akkor szépen ott fölvágták, és rögtön megszületett a jelenet. Tehát abban a pillanatban, ott nem virtuálisan, hanem elkezdtek enni teli szájjal, csak épp a szöveget nem értettem, na mondom, látjátok, ez az, amivel vigyázni kell, teli szájjal nem fog érteni a közönség a szöveget. Na és akkor csak egy rövid citátumot. Csak megtaláltad. Édes ostyák, édes borokkal, majd sült galambot, pirított májat, fenyőmadarat, foglyot szolgáltak fel, cukrozott olajbogyóval és szöllővel. Aztán egy őzéses struc következett, körberakva májas és véres hurkapástétomokkal, vaktükörszemű borjúfejekkel, vajpuha főt kappanokkal, húsmárvány mintázatú borjúmellel és vörös vesepecsenyével, álmukban megsütött gödöjékkel. Na szóval ez Revicki így ezt úgy kipakolja. Tehát ez úgy rendben végül van. Végül élő nyulak szaladnak be, majd belehalván saját pástétomaikba az asztalra másznak, és így kínálják föl magukat. Szóval egészen eddig a fikcióig terjed a gasztronómia költészete itt nálunk is. Igen.